Új piac Tiszafüreden, átadták a családbarát szülészetet Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. február 14-én 18 óra 5 perckor. Vásárcsarnokot avattak a Tiszató fővárosában. A tiszafüredi új piac 200 millió forintból készült el, és tavasztól fogadja az árusokat, vásárlókat. Az új létesítményt F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő adta át. Ez még nem az igazi piaci zsivaj, az új vásárcsarnok megnyitására készülnek a tiszafürediek. Az áru és a pénz itt helyben tud gazdát cserélni, ezáltal olyan erő tud maradni a településen, ami a helyi gazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen. Elengedhetetlen, hogy a gazdák megerősödjenek, elengedhetetlen, hogy a gazdák helyben költsék el a megkeresett forintjaikat. Tiszafüred 1984-ben nyerte el a városi rangot, máig használatos vásárcsarnoka egyidős a várossal. Az árusok és a vásárlók már ismerik egymást. Sokszor árulok virágot, és azt kint árultuk ezelőtt is a kinti részen, nem bent a csarnokba. Úgyhogy bízunk benne, hogy most is lesz kint, és akkor ott tudunk árulni. Csak nyáron, mert nyári virágot termelek. A 600 négyzetméteres új vásárcsarnok közel 200 millió forintból készült el. A kivitelező egy helyi cég volt. Tiszafüred már nem felzárkózik, hanem Tiszafüred már iramot, ütemet és példát mutat azoknak a településeknek, amelyek szeretnének fejlődni, amelyek szeretnének újat, szebbet és többet adni a lakosságnak. A Tiszató fővárosa a területi operatív program pályázatán nyerte azt az összeget, amelyből megépítették az új piacot. Összesen 2,5 milliárd forintot nyert Tiszafüred a top pályázatok keretében, ebből 1,3 milliárd forint értékű az a négy pályázat, amelynek keretében újjáépítjük a belvárost, és ennek egyik eleme az új piaccsarnok. A régi piac még márciusig működik, akkor költözhetnek az árusok az új vásárcsarnokba. Ez a terület addigra térkőburkolatot kap, hogy a szabadtéri árusok számára is legyen. Hely. Ma délután adták át Karcagon a családbarát szülészetet. A kialakítás fő célja a közfinanszírozott szülészeti és neoantológiai újszülött fekvőbeteg szakellátás, valamint a koraszülött intenzív szakellátás terén a családközpontú ellátás értékrendjének, környezeti feltételeinek, szakmai, módszertani szemléletének és gyakorlatának minél szélesebb körű megvalósítása. A támogatás hosszú távú célja volt, hogy az anya-baba barát szemlélet, családbarát értékrend iránt minél szélesebb körben elkötelezett szülészeti és újszülött, valamint koraszülött intenzív ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók működjenek hazánkban. Úgy gondolom, hogy a 21. század megkívánja. Megkívánja az itt dolgozóktól a magasabb szintű képzettséget, a magasabb szintű eszközöknek a használatát, mert hogy nyilván ezek segítik az ő munkájukat, könnyítik az ő munkájukat, és hát könnyítik a várandósoknak a szülés folyamatát is, illetve hát a szülés utáni időt, amit még itt kell tölteni gyermekükkel a szülészeti osztályon. Ahogy ezt elmondta igazgató úr, valóban nagy-nagy öröm volt számunkra 2018-ban, mikor a magyar kormány úgy döntött, hogy a családbarát szülészetek kialakítására és fejlesztésére, a már meglévők fejlesztésére programot ír ki, és erre sikeresen pályázott az intézményünk, amit most átadunk, ez az első forduló. És valóban a második fordulóban is pályáztunk, mert hogy mindig vannak igények, és van továbbfejlesztési lehetőség, és így ebben az évben még megvalósíthatunk több kisebb eszköz mellett egy telemetriás CTG készülék beszerzését is, ami nagyon-nagyon hasznos lehet a várandós gondozás, illetve magán a szülés folyamatában. Úgy gondolom, hogy a
folyamatos képzése is nagyon fontos az itt dolgozóknak, és éppen ezért ebben a második fordulóban mi pályáztunk képzésre is, ahova több kolléganőnk be is iratkozott már, tehát meg is kezdődtek ezek a képzések, részben várandós gondozás, részben szülésfelkészítő, részben pedig a szülés utáni képzések, hogy miket, hogyan kell a kismamákkal megtanítani, hogyha hazamennek, akkor önállóan is nyilván el tudják látni a kisgyermeket. Karcagon családbarát alternatív szülőszoba kialakítására került sor, szülőszobára, gyerekágyas részlegre, újszülött ellátásra, eszközök és berendezési tárgyak beszerzése valósult meg. Most elérkeztünk ehhez a családbarát szülészethez, és több fogalommal is meg kell ismerkednünk. Az egyik a családbarát szülés. Mit jelent? A szülőnő egy nyitott, egyágyas szülőszobán a párjával együtt, a gyermek, és ami legtöbbször ugye a gyermek a apja, vagy édesanyja, vagy barátnője, háborítatlan körülmények között a normális, szokványos szülészeti eljárás mellett a számára legkedvezőbb szülészeti pozíció megválasztásával szülhet. A beruházás során két tényező szerepel szemünk előtt, az egyik a biztonság növelése, a másik pedig a kényelmi, az otthonossá tételnek a megvalósítása. A biztonság növelése eddig is biztonságosak voltunk, ugyanis el kell képzelni, hogyha itt bármi gond, probléma történik, gyakorlatilag egy zsilipajtó választ el bennünket a műtőtől, ahol a császármetszést időben el tudjuk végezni. Vagy a szülőszoba közepén elhelyezkedő újszülött ellátó rész gyakorlatilag maximálisan föl van szerelve. Ehhez kaptunk most egy olyan újszülött ellátó egységet, aminek külön betonítására volt szükség, mert annyira modern, hogy nem volt elég az, hogy most bekapcsoljuk, és akkor a melegítő, párnamelegítő itt van, a lélegeztető itt van, és stb. Ennek a betonításához külön szakemberek jöttek el hozzánk. A magzat méhen belüli állapotának folyamatos monitorizálására is föl vagyunk készülve. Ehhez kaptunk különböző készülékeket, amit kardiotokográfnak hívjuk, a magzati szívhang rögzítésére alkalmas készülék, ugye, ami valójában a magzat pulzusát méri, a két szív összehúzódás közötti eltelt időből egy perc átlagot számol, és ezt rajzolja ki a regisztrátumra, és ebből tudjuk ennek a regisztrátumnak a mienségéből, hogy van-e méhen belüli magzati veszélyállapot, vagy nincs, közbe kell avatkoznunk, vagy nem kell közbe avatkoznunk. A következő pályázat során egy olyan készüléket fogunk kapni, amelyről egy készülékről nyomon tudjuk követni az összes ilyen monitorizált szülőnőnek a szülését. Nagyjából ezek azok az eszközök, amik még hiányoztak és szükségesek voltak ahhoz, hogy a mindenki által elvárható és a maximális biztonságot tudjuk nyújtani. És a kényelmi viszonyok. Ehhez lett elkészítve az egyágyas szülőszoba, amiben különböző alternatív megoldásokra van lehetőség. Így például egy kárban vajúdás, vagy esetleg kárban szülésnek a lehetősége is megvan. A szülési szaknak, a tágulási szaknak a lerövidítésére, gyorsítására, illetve annak a elviselhetőbbé tételére vannak különböző eszközök. Így például a bordás valaminek a segítségével lehet nyújtani, támaszkodni, különböző pozitúrákat fölvenni, vagy egy hatalmas nagy labda, amire rá lehet ülni, és ellazul ezáltal a medencefenék izomzata, a fájdalomérzet csökken, és az izomzat ellazulásával a tágulási szakasz megrövidül.
Mindezhez még szoktunk az utóbbi időben különböző kellemes zenéket is biztosítani, akár a vajudás idejére, akár a szülés alatt, illetve a megszületendő újszülöttnek a igazi pozitív élményé való varázslásához. Az átadón beszédet mondott F. Kovács Sándor, Városunk és Térségünk országgyűlési képviselője. Csodálatos ez a mai nap. Mondhatnám, hogy én is része vagyok ennek a beruházásnak. Az első emlékem az igazából több mint 50 évvel ezelőtti, ami már nem is emlék, hiszen én is ebbe a kórházba születtem. Arról az időszakról sokat nem tudok mondani, hiszen annyi idősen, amikor az emberrel ilyen nagy dolog történik, nem is emlékszik semmire. De arra már emlékeztem, amikor a három fiam ezen a szülészeten született, és természetesen apás szülés volt, és én is itt lábatlankodtam, és köszönöm az akkori ügyeletben lévők és Farkas Béla doktor úrnak a jó indulatát, hogy megtűrték az én lábatlankodásomat itt a szülészeten, ahol nagyon komoly dolgok történnek. És mindig nagyon jó dolog az, hogyha egy egészségügyi intézmény, egy egészségügyi osztály, egy olyan hely, ahol az élet kezdődik, kicsit szépül, kicsit újul, kicsit jobb és szebb lesz. De mindannyian tudjuk azt, hogy lehetnek szépek a falak, lehet szép a világítás, kitűnő műszerek, kitűnő felszerelés, ha egy valami hiányzik. Hiányoznak a kitűnő szakmailag képzett szülésznők, a kitűnő szakmailag jól képzett orvosok, akkor az egész nem ér semmit. Ennek a kórháznak és ennek a szülészetnek az az óriási előnye, és az ad igazából erőt és nagy lehetőséget, hogy kitűnő szakemberek dolgoznak. Amikor az ember már bejön ebbe az intézménybe, akár terhes gondozásra, akár szülészetre és a szülésre előkészítő beszélgetésekre, amikor a kismamák bejönnek ide és megmutatják, hogy milyen lesz a szülőszoba, szerveznek bejárásokat, beszélgetnek szülésznőkkel, orvosokkal, gyermekorvosokkal, és mindenkiben van egy félelem. De amikor a megnyugtató magyarázatok és a megnyugtató mosolyok után már mindenki úgy jön ide, hogy ahogy kell. Az életnek egy csodálatos dolga fog itt megvalósulni, egy csodálatos élet fog megszületni, és jó kezekben van. Én gratulálok a kórház és a szülészet minden dolgozójának, hiszen az az érték, ami ebben a szülészetben van, nem a falakban, nem a műszerekben, nem a berendezésben van, hanem az itt dolgozóknak, és az itt dolgozóknak én kívánok erőt, egészséget, és kívánom mindannyiunknak, hogy annyi munkájuk legyen, hogy alig győzzék, tehát minél több gyermeket, minél több karcagon megszülető gyermeket, hiszen jó dolog az büszkeség számomra is, hogyha valakivel találkozok és azt mondja, hogy karcagon születtem. Tehát mindenkinek jó egészséget, a szülészeten lévőknek pedig sok munkát kívánok. Köszöntőt mondott dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a jeles napon, amikor egy közel 55 millió forintos beruházás kerül átadásra, egy olyan fejlesztés, amely bizonyítja azt, hogy a kormány elkötelezett az egészségügyi fejlesztések mellett, a lakosságnak szüksége van ezekre a beruházásokra, szükség van arra, hogy minél magasabb szintű legyen az egészségügyi ellátás, és ami nagyon fontos, az intézmény, az egészségügy szervezetrendszere és a Kátai Gábor Kórház fogadókész. Meg tudja valósítani azokat a projekteket, amelyekre eredményesen pályázott, és amelyeknek a célja az, hogy itt a Nagykunságban, a Közép-Tisza vidéken is javuljon az egészségügyi ellátás. Jó néhány projekt átadó volt már, jó néhány fejlesztés készült el az elmúlt években itt a Karcai Kórházban, mind-mind abban az irányban mutat, hogy 21. századi színvonalon tudjuk ellátni azokat a betegeket, akik rászorulnak a gyógyításra, a kedves szóra, arra, hogy olyan ápolásban részesüljenek, amely visszaadja az egészségüket. Én kívánok mindenkinek jó egészséget, sok sikert a további munkához, és kívánom azt, hogy még sok ilyen és hasonló beruházás, fejlesztés átadásán legyünk majd együtt. A fejlesztés 53 millió 550 ezer forintból valósult meg. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták.
Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!